Gondolatok arról, hogy mi a jó házasság titka, fényképek házaspárokról a randi helyszíneken. Két pályázati felhívásra érkeztek a fotók és az írások. A Széna Egyesület minden évben készül a házasság hetére. A családoknak a jó minőségi együttlétéhez nélkülözhetetlen az, hogy a férj és a feleség jó kapcsolatot ápoljon, odafigyeljen egymásra, és a gyerekek is nagyon hálásak tudnak lenni ennek a jó együttműködésnek, mert akkor mindenki nyugodt és boldogan tudnak élni, és igazából ennek a célnak, hogy ez így tudjon működni, erre mindig így fel kell hívni a figyelmet. Tehát erre kell időt szánni, energiát, pénzt is, mert azért ezeknek mindeniknek van vonzata is, de érdemes ez a befektetés. A felhívásra összesen 54 pályázat érkezett. Egy étkezési utalványt és egy ajándékcsomagot sorsolt ki Bálesné Elekes Rita, a Széna Egyesület elnöke és Deák Lajosné, Székesfehérvár család- és nemzetpolitikai ügyek tanácsnoka. Ez a hét kimondottan a tradicionális értékrendeinkről szól. Nagyon fontos, hogy a házasságban két egyforma ember legyen. Ne arról szóljon egy házasság, hogy egymást elnyomva, hanem egymást segítve, egymásba kapaszkodva éljük meg a mindennapokat. Nagyon fontos, hogy ennek a házasságnak gyümölcse is szülessen, gyerekek. Az ajándékcsomagot Adorján Liza és Lackó Balázs, az étkezési utalványt pedig Mayer Heitzinger Anita és Mayer Mihály nyerték. Ez alkalommal adták volna át Fehérvár bölcsőjét is, de az anyuka egészségügyi állapota miatt egy későbbi időpontban juttatja el az egyesület a szülőknek, Mayer Heitzinger Anitának és Mayer Mihálynak.